Nyíregyházán 20 évvel ezelőtt kezdte meg a működését a meddőségi szakrendelés. Pár évvel ezelőtt azonban átszervezések miatt be kellett zárni. Így jelenleg legközelebb Debrecenben fél év várakozási idővel kaphatnak segítséget a párok. A telítettség csökkentésének érdekében úgy döntött a kormány, hogy a vármegyei kórházakban, így Nyíregyházán is engedélyezik a rendelés újranyitását. Fel vagyunk készülve, még az eszközök is megvannak. Szakorvosaink vannak, van olyan, aki a endokrin szakvizsgái is megvan hozzá, tehát teljesen fel vagyunk készülve, sőt egy nagyon jó kapcsolatunk van az arccal, az azt jelenti, hogy meg tudjuk oldani azt, hogy a kivizsgált betegeket, vagy betegeket, pacienseket már azonnal viszik is Debrecenbe, és akár a Lombikba vele tudják venni, illetve ha sikerült, és ott a már kis embrió, akkor tudjuk fogadni itt, és akkor tovább tudjuk követni. Tehát egy nagyon jó együttműködés lehetne kialakítani. Szerintem a megyei hölgyeknek, akik várandósok, azt tudni kell, hogy Magyarországon a pároknak kb. 20%-a, hát úgy mondjuk, hogy meddő vagy nehezebben van terhessége, tehát igenis ez egy nagy, óriási populációt jelent, akikkel kellene foglalkozni. A jelenlegi statisztikák szerint Magyarországon a párok 10-15%-ánál fogan meg a baba a tervezés utáni első hónapban. A második hónapban 20% az arány, de sokaknál több hónap szükséges a fogantatáshoz. Ha egy év után sem sikeres a próbálkozás, akkor beszélhetünk meddőségről. Ennek számos oka és kezelése lehet. Az egyik megoldás például az inszemináció, amelyből több százat hajtottak már végre Nyíregyházán. Február 1-től pedig folytathatják a szakemberek a kezeléseket. Ez a szülészet épületében a második emeleten lesz egy helyiség, illetve több helyiség kijelölve erre. Hetente kétszer-háromszor tudjuk fogadni őket. Először egy beszélgetés kapcsán, egy feltáró beszélgetés lesz, majd a megfelelő hormonális és egyéb kivizsgálásokat elvégezzük. Ha szükséges, a műtéteket, műtéti vatkásokat osztályon el tudjuk rendezni. Tehát gyakorlatilag ez így van jelentkezése, ugyanúgy, hogy van lehetőség a internetes előjegyzése a szülészet vonatkozásában, ott meg kell keresni a meddőségi szakrendelést. Annyi van, hogy ez tulajdonképpen nem beutaló köteles ellátást, tehát jelentkezhetnek. Az, hogy mikor tudjuk őket fogadni, ez természetesen a létszámtól is fog függeni, hiszen 10 óra engedélyezett, heti 10 órában fogjuk tudni rendelést meneszteni. 2020-tól a meddőségkezeléshez szükséges gyógyszerek ingyenesek a nőknek, most az andrológiai szakma javaslatára a férfi meddőségkezeléséhez szükséges készítmények is 100%-os támogatást kapnak.